Szevasztok, Peti vagyok, és az Ava Group Media csatornát nézitek, és ahogy a legutóbbi videómban a kommentelők kérték, szét fogjuk szedni ezt a tönkrement merevlemezt, mely a feleségem laptopjában volt, és megnézzük, hogy néz ki belülről. Egyúttal kipróbálunk egy új kameranézetet, hogy működik, és mennyire tetszik nektek, úgyhogy vágjunk bele! Tehát, mint mondtam, kipróbáljuk ezt az új kameranézetet, és hogyha ez nektek tetszik, akkor a jövőben lesz valószínűleg több olyan videó, amit így veszünk föl. Mielőtt kérditek, ugye megint a kedvenc vürtös, finom mechanikai csavarhúzó készletünket fogjuk használni, illetve alapnak pedig ez egy schnitzer álló alap, itt láthatjátok, hogy a forrasztás viszont nem szereti, viszont hogyha így elkezded vagdosni a schnitzerrel, akkor nem lehet átvágni. A Winchester szétszedéséről azt kell tudni, hogy vannak jól látható csavarok, amihez remélhetőleg van a vürtös készletben megfelelő hegy, ellenben a fólia alatt is vannak csavarok, úgyhogy az el fog tartani, mire mindet megtaláljuk. Ugye így igyekszik, például itt gondolom, így igyekszik a gyártó ellenőrizni azt, hogy a Winchester, a merevlemez szét lett szedve. Tehát először távolítsuk el a látható csavarokat. Ehhez így szemmércére, úgy gondolom, hogy ez a bit lesz a megfelelőbb. Tehát ez egy Torx 6-os méretű hegy. Sorry, lesznek benne vágások, mert meg vagyok fázva, és időnként ki kell fújnom az orrom. Tehát most nem szórakozunk a mágneses tálcánkkal, hisz az összes csavart meg a Winchestert ezután a próba után eldobjuk. Eléggé erősen meg vannak húzva ezek a csavarok, meg béna vagyok. Tehát alapvetően van egy olyan probléma, hogy nem nagyon látok a telefontól, meg az, mert telefonnal veszem föl a képet, meg magától ettől a kis tripodtól, amin áll a telefon. Meg amúgy is valószínűleg megvágom az egész videót, hogy ne legyen olyan extrém hosszú. Amúgy van ötletem, hogyha tetszik ez a kamera állás nektek, akkor hogy oldom meg a jövőben, hogy lássak is, és működjön is a dolog. Tehát most megpróbálom lemelni a tetejét, és lehet, hogy nincs benne több csavar, de valahol van, méghozzá ez alatt valószínűleg. Egyrészt ez a csavar akadályozta meg azt, hogy le tudjuk szedni a merevlemez tetejét, másrészt itt van egy kapszula, a kapszulának a másik oldala egy lukhoz vezet, és a kapszulában szén van. Azért, hogy az amúgy hermetikusan lezárt Winchester, itt látszik a gumitömítés, tehát ez körbe le van tömítve, mégis nyomást tudjon kiegyenlíteni, hisz repülőre, ha fölkerül, akkor ugye nagy nyomáskülönbségek vannak, és az tökre tudja tenni a Winchestert, ezért ezen a szén szűrőn keresztül kap levegőt, illetve tud levegőt leereszteni. Mint tudjuk, a szén az egy nagyon jó szűrő, mindenféle bacikat, illetve füstöt meg hasonlót ki tud szűrni
a levegőből, és akkor lássuk, hogy mi van a Winchesterben. Így néz ki a Winchester. Ugye innen, erről az oldalról kapja az elektronika a delejt. Ezt majd csak a végén szedem le. Először nézzünk ide bele. Ez csak egy ilyen valamilyen szűrő, finom kis betét, mint egy valami kis HEPA szűrő. Ez a felület gyakorlatilag olyasmi, mint kettő darab CD lemez, hogyha belenézünk, akkor látjuk, hogy két réteg van, mindjárt szét fogom szedni, és ezek a fésük olvassák, hogy mi van ráírva ezekre a mágneses felületű lemezekre. Először is nézzük meg, hogy meg tudjuk ezt mondani, meg tudjuk mozdítani. Hú, de karcol. Ugye ez, amikor az elektronika mozgatja, akkor ezek gyakorlatilag lebegnek a lemezek fölött. Most, ahogy mozgatom, oda is tapad, és már meg is karcoltuk itt. Tehát itt van a mágneses lemez. Kicsit olyan fémes érzete van, és ugye valójában ez a felület, mint láthatjátok, egyből fölveszi az új lenyomatot. Egy hasonló, maradjunk abban, hogy hasonló filmmel van bevonva, mint a régi kazetták, tehát ezek a szalagos kazetták, csak annál sokkal, de sokkal érzékenyebb, sokkal finomabb, és hatalmas adatmennyiséget lehet ráírni. Ha el akarjuk túlzózni, akkor mint egy morza kód, hosszú és rövid jeleket, tehát nullákat és egyeket tud ráírni ez a fésű. A két lemez között van egy távtartó gyűrű. Ez a fésű, vagy hát olvasófej, tartó, rögzítő műanyag blokk nem engedte, hogy kivegyük a második lemezt. Ups. Tehát így néz ki a két olvasófej. Ezen az érintkezőn keresztül adja le a delejt a nyáklapnak itt hátul. És mint látható, a két fej nem tud egymástól függetlenül mozogni. Tehát hogyha ez mozog, akkor mindkét fej mindkét lemezen egyszerre olvas. Ugye a lemez gyakorlatilag ideilleszkedik be az olvasó fejek közé, tehát a fej így olvas a lemez felületén. Az újabb fejlesztéseknél, lényegesen drágább Winchestereknél már képes a két lemezt olvasó két külön fej külön mozogni, sőt, van már, de hát ilyen több ezer eurós értékrendben olyan, hogy egy lemezt
Ugye, mert itt most jelenleg egy lemezt egy fej olvas, vagy hát egy ilyen olvasó pár, ugye ezek a lemezek két oldalasak, tehát egy ilyen lemez oldalt két külön mozgó fej olvas egyszerre, tehát még gyorsabbak. Alapvetően ez a réz karika, nem nevezhető karikának, inkább olyan trapézszerű dolog, ez kerül feszültség alá, mely indukciót hoz létre, és ebben a foglalatban, amely, ha jól látom, oda van, így van. Tehát, ha megnézzük, akkor ez itt egy mágnes, egy igen erős neodémium mágnes, tehát aki nem hiszi, járjon utána, illetve ez is, és mikor ez a indukciós gyűrű feszültség alá kerül, ugye ezen az érintkezőn keresztül, úgy fogja az indukció ide-oda rángatni nagyon-nagyon gyorsan, e körül a csapágy körül az olvasó fejet. Elég trükkös kivenni a csavart úgy, hogy a csavarhúzót a mágnes mindig elhúzza, de legalább a csavar sem megy messze. Ez a fehér pöcök pedig le tudja fékezni a fejet, és rögzíteni tudja azt, tehát ez a fej így volt a Winchesterbe, és ide tud beakadni, ebbe a fülbe, ez a fehér cucc, hogyha túl mozdulna, tehát túl messze térne ki az olvasó fej. Fontos megjegyezni, hogyha szétszedtek egy Winchestert, még hogyha a szakszerűen össze is tudjátok szerelni, mivel teljesen csíramentes környezet kell hozzá, soha nem fog többet működni. És tehát itt a két mágnes, amik között ebben a mágneses térben levitál, úgymond, az olvasó fej. Úgyhogy a Winchesterünk belülről már üres, nincs más hátra, mint leszedni az elektronikát és belenézni. Így. Tehát így néz ki a nyáklap. Ezt mindjárt jobban megnézzük. A nyáklap alatt pedig van még egy kis fólia. Ez gyakorlatilag mint egy érintésvédelemmelként szolgál a fém alkatrészek és a nyáklapon lévő kis elektromos dolgok között. Ez pedig itt egy motor, ami 7200 fordulat per percre is föl tudja gyorsítani ezt a két lemezt. A motor innen kapja az érintkezést, ezekről az érintkezőkről. Tehát a motort nem tudjuk kiszedni a házból, mert préselve van, de igazából ez is valamilyen mágneses térben levitál, ha jól tudom, tehát gyakorlatilag surlódásmentesen tud forogni. Tehát itt van a nyáklap a Winchesterünkből, merevlemezünkből. Érdekes módja, hogy a satás csatlakozóknál a több pólusú az áramot adja, és a kevesebb pólusún keresztül megy az adat az alaplaphoz. Ezek a pinek, ugye különböző konfigurációs jumperek, ha meg lenne az adatlapja a Winchesternek, akkor meg tudnánk nézni, hogy mit lehet vele átállítani. És hát, mint minden jó Samsung merevlemezben van egy hatalmas Samsung chip, meg még néhány egyéb, amiről ugye fogalmunk sincs, hogy mire való. Úgyhogy ennyi volt ez a videó a merevlemez szétszereléséről. Hogyha érdekes volt, lájkoljátok, osszátok meg ezt a videót ismerőseitekkel, ne felejtsetek el feliratkozni,
és találkozunk legközelebb is. És nagyon fontos, hogy írjátok meg, hogy tetszette ez a kamera pozíció, mert akkor csinálunk még ilyen videókat, és akkor tudunk fejleszteni például a kamera rögzítésének a módján. Úgyhogy, szevasztok!